Kercherrel végeztünk, jöhet a másik német, illetve a svájci. Hogy az amerikai? Az faza legyen. Na, nézzük akkor. Na, haladjunk lépésről lépésre. Porszívózás megvolt, de azért ez terepen járt, meg vannak a hátulütői, de taram, azt mondja, hogy kefével lazítsa fel, mikroszálassal törölje le. Előtte fújja meg. Na hát akkor fújjuk meg. Én aztán megfújom. Egy kézzel az elég szopó. Egy ne. Kefével fellazítjuk. Szépen körkörösen így. Na, mindjárt mutatom, ha letörlöm, mi lesz. Na, most, hogy ezt a részt, meg a telefonomat is sikeresen összebasztam, nézzük meg, mit csinál. Nyilván felállazítva. A kosz. Hoppáli. Még itt kapaszkodik ezzel, még rámegyek egyszer. Jaj, mennyi eljobb már. Ja, itt is. Mint az új. Jó, persze, majd egyszer koszos lesz megint, akkor már megint kitakarítjuk. Ki mondta, hogy a terepjáról nem lehet koszos, vagy nem lehet tiszta. Én azt szeretem így kezdeni ezt a kapcsolatot. Na hát ennyi. Ennyi gyuvala is jött róla. Jó, aztán majd lesz a műanyagápoló, és akkor meg is vagyunk. Hát, ezzel itt el leszek most. Na, meg is vagyunk. Jó, hát nyilván most nem baszakodtam vele órákat, de jól látszik, hogy a legkisebb ráfordításra is milyen szép eredményeket lehet elérni ezzel a motyóval. A végén meg egy kicsit megápoljuk ezzel, és ebből van matt, mert nem szeretjük, ha csillog, mind a salamon fasza. Nekünk nem az kell, hogy csillogjon, hanem hogy szép, tiszta legyen. Még erre is rámentem, tök jó. Na, holnap meg megcsináljuk, ma még megcsinálom a műanyagokat, holnap meg neki megyünk a bőrnek. Yes! Meg még ezeket a részeket itt mindjárt kitörlöm, mert ezt én nagyon nem szeretem, mikor ilyen zsar van mindenhol. Na, ez a motyó meg, ami baszakodós, de ilyet tud. És ezt mondom nektek, hogy egy évig ott marad. Megkipróbáltam ma. Hát oda ne rak föl, ahonnan le akarod később szedni, mert lehetetlen. A carpet tisztító egyszerű és nagyszerű. Én a szőnyegre fogom használni. Jóba kell fújni, puha kefével. Én mondjuk mikroszálassal szoktam jó vedörzsölni, várni egy jó 20 percet, amíg megszárad, aztan alaposan a kis ártudítóval kiporszívózni, és kihozza a koszt. Nyilván ezek itthoni praktikák, de ezzel a motyóval tényleg jó, működik. Nagyon jó kis eredményt lehet elérni, de az igazi karaj az a bőr meg a műszerfal lesz. No, de azt majd holnap. Jó, befújtad? Bedörzsöl a lábad. Ír meg, és sem eladjon, mint a töröknek eger alatt. Ígyni. Vigyázz, nedves lesz, ne csukd be az ajtót, mert akkor ide párolok ki minden. A nedvesség meg bent nem jó. Ez nem kell. Hát nyitva, a szemmel láthatóan már most szebb, de ezt teljesen szárazra kell majd porszívózni. Nézd, mutatom. A vantó nem kell félni. Ígyni, fújjad tele. Fújjad, bassza oda neki rendesen. Ígyni. Ez megvan, leteszed. És hát a dörzsít is. Jó mélyen. Az az. Legyen illat. Legyen tisztaság. Már az én saram az az én saram. A másé meg a másé. Én a sajátomat akarom itt látni. Nem a másét. Égyni. Égyni. Ez az. Na, reggel van. Mutatom, így megszáradt szépen. Egész pofás lett. Na, most jöhet a beltér. Ezt a kapcsolótáblát, ezt eltüntetjük innen. Viszont lepróbáltam az állófűtést, és tökéletesen működik. Aztán megyünk erre, meg ezekre a műanyagokra, meg azokra. Jaj, de jó lesz ez. Micsoda. Nem tudok én nyugodtan aludni, hogyha nincs kész valami, úgyhogy most már korán reggel épp nyitott a gyógyszertár. Megébredtem, és hát a reggeli baszakodás még a rádió előtt kellékei a... Hát, amit már ismertek tényleg. A beltéri tisztító,
műanyagra. Aztán ez a cockpit spray, amit már láthattatok tegnap, csak a fényeset vettem elő, pedig a mattot kellett volna, na mindegy. És az ecset készlet, a detailing ecsetek, ez jó erős, ez ilyen disznószőrnek tűnik. És természetesen a fellazító kefék, valamint az elmaradhatatlan fogkefe, ez a legjobb barátunk. Na, lássunk neki. Fellazít, letöröl, kitisztít, aztán majd a bőr. Fasz a kis gép lesz ez. Itt jól látszik. Ki is hozták azt. Hát akkor most így ezzel mehetünk végig. Eltart, de érdemes. Rendesen nem is kell sűrűn csinálni. Na. Na ez a kosz, ezt rühellem, ami így beleeszi magát ebbe a struktúrált műanyagba. Na már nézzük, hogy a fogkefe, illetve az erősebb kefe, és ez a tisztító mit csinál. Na, ezt jó fellazítottuk. Ott van. Eltűnt. A lényeg az, hogy föl kell lazítani. Az, amikor te csak egy nedves törlőkendővel törölgeted, azzal semmire nem mész, csak beledolgozod. Nézzétek innen is, milyen szépen kiszedte. Akkor csak beledolgozod a koszt. Az, hogy fizikai motyó, az föllazítás nélkül nem fogod kiszedni. És hát haladok már. Egész jó néz ki már a belseje. Egész jó. Aztán majd nézzétek meg. Hopp. Aztán jön a bőr. Na meg itt ennek az alja, meg a hátulja. Ő van mit csinálni. És hogy mi ez a legjobb fogkefe? Mutatom. Oda nem férne be, de mivel ennek a feje ez osztott, ezért így oda befér. Ez égni. Na, alakul. Na, hát eltelt 2 óra. De a beltéri karpitok és műanyagok tiszták. Most jön a bőr, ez egy több lépcső sztori. Mindjárt megmutatom, hogy mi kell hozzá, de legfőképpen türelem. Mert ezt elbassza az ember, akkor az drága lesz erre tenni. Na, a bőrápolás az nyilván egy több lépcsős dolog. Minden cégnek így van. Én a Rivaxét már használtam, és nagyon bevált, nagyon látványos. A legnagyobb mágia az ez a bőrtisztító. Ez egy spray, amit föl kell vinni, és nagyon fontos, olvasd el, nagyon fontos, hogy még az alkantarát is tisztítja. Nagyon fontos, hogy szivacsal, vagy nagyon puha kefével dörzsöld be, ne tegyék árt a bőrbe. Ez a kefe, ez olyan puha, hogy úristen, kedved van hozzád, bújni éjszaka. Itt van még 2 tiszta mikroszálás, olyat már ne használjunk, amit máshol használtunk, vagy hát, aki mossuk, akkor meg kell várni, hogy megszárad. Megtisztítod, ez a bőrápoló, ez víztaszítóvá UV védetté teszi, és nagyon fontos, hogy nem fényes, hanem szép, matt és puha felülete lesz. A fényes bőr, a szilikon, az nem jó, az nem csúnya. Ez nagyon-nagyon jó. Ez meg aztán a buzulása végén tulajdonképpen szinte ugyanaz, mint ez. Ezt igazából akkor érdemes használni, mikor már ezeken túl vagy, és mondjuk tisztítanád 1-2 hét múlva, vagy 1-2 hónap múlva, akkor már elég ez is jó formán. Én legalábbis, nekem ez a tapasztalatom.
ezt lehet, hogy simán ki is hagyom, mert elég lesz ez a kettő. Úgyhogy puha kefével vagy szivacsal bedörzsöl, száraz kendővel letöröl, és látni fogjátok a különbséget a koszos meg a tiszta bőr között. Ez nagyon hardcore motyó. Budin próbálja az evés, ez a mató nem kamu, most leragasztottam nektek, ezt itt megfújom, megtaláltam a régi szettet, még Imcsónak készítettem elő az Oldtimer Mercihez, úgyhogy ezt most itt lefújom. Várja. Így. Így. Hogy lássátok. Oké. Megtaláltam még a régi rivaxos kefét is, de kicsit már koszos, ezt most nem használom, használom ezt. Így. Jó, szépen, ha látod, hogy ilyen már kicsit repedezett, akkor érdemes szál irányba, vagy hát repedés irányba megpucolni, hát ez itt már kicsit megfáradt, de hát nyilván majdnem 20 éves a kocsi, mely nem fáradt volna meg. Amúgy a bőrkárpit, ez 2000, hát 220 ezernél még ez német márka szervizben volt, bőrkárpit most mondom nektek jobb állapotban van, mint az A6-os Audinban volt, és ezt most nem az Audi ellen mondom. Így. Nem csalás, nem ámítás. Száraz rongy. Na, tökzsi szivacs. Hopp. És most nézd meg. Ez olyan. Ez ilyen. Ez jó tud. Még dolgozok rajta egy kicsit, mert itt valamit meglátok. De jó lesz. Na már dolgozom be a bőrápolót a tisztító után, és nézzétek meg, hogy visszaadja a színét még itt a kopottabb részeken is. 2-3 árnyalatnyit szépen visszasötétedik. Ezt jó be kell dolgozni, aztán majd a végén letörölni. Alakul. Na az utasülés, az gyönyörű lett. Azt a kurva. Mind az új. Nézd meg. Az is kész van. Oh, nem fogom bánni, ma ha végére érek. Azt így. Na nem baj, haladjunk. Na, ez készen van. Külseje, belseje. Még a fekete műanyagokat is leápoltam. Nyilván okkal kérdezhetik sokan. Ja, bocs, az elején le kell szokni, nem vagyok autókozmetikus, nem vagyok, nem ezzel szakmám, nem ezzel foglalkozom. Viszont nagyon-nagyon sok autóm volt már, mert nem gyűjtöm őket, hanem kipróbálom. Van egy bakáncs lista, és ezt pipázgatom. És ez a kis videó azért jól mutatja, hogyha ha nem is vagytok profik, nincs is meg minden eszközötök hozzá, de azért már ilyen jó minőségű cuccokkal, betartva a használati utasítást, ami mindegyikre rá van írva, nagyon-nagyon jó eredményt tudtok elérni, és nem utolsó sorban az autótok meghálálja. Én szeretek azokkal törődni, akik szeretnek, meg akiket szeretek, ezért törődök az autóimmal is. És nyilván azt senki nem mondhatja, hogy ezzel nem teszel neki jót. Rá kell szánni az időt, nekem is nagyjából 6 órán betelt, így ezt a Grand Cherokee-t, szevasztok, húzzák a srácok, míg ezt a Grand Cherokee-t megcsináltam, így most nem ilyennek szeretném. Nyilván kérdeztetnétek, hogy minek ezt csinálni, úgyis összekoszolod. Egyrészt azért, mert én az autóban meg otthon töltöm az életem java részét, és ahogy otthon is szeretem, ha rend vesz körül, úgy az autóban is szeretem, hogyha rend és tisztaság vesz körül. Mert ha megszokod a káoszt, megszokod a koszt, akkor itt a fejedbe is állandósul. Ez nagyon-nagyon fontos. És egy pár dolgot még mondanék, hogy hogyan gondolkodom, vagy hogyan csinálnám én. És üzenem ezt nagyon sok mindenkinek. Az autót azt nem matricával, meg fóliával lakatoljuk, hanem lemezzel, meg hegesztőpisztollyal. A szagot azt nem elfedjük, hanem megszüntetjük. A koszt meg nem eltakarjuk, hanem kiszedjük az autóból, és eltüntetjük. Így lesz talán a legtovább tartós egy autó beltere, és így lesz egyszerűen nekem valahogy így jobb érzés beleülni. Aztán persze már nyilván összekoszolom, mert egy terepjárót takarítani az egy végtelen baromságnak tűnhet, hiszen mindig újra, meg újra, meg újra kell. Az én lelkemnek ez így jó, én szeretem, ha rend van, szeretem, ha tisztaságban, szeretem, hogyha amennyire lehet tiszta lappal indulok neki egy ilyen kalandnak ezzel az autóval, és úgy gondolom, hogy ez a része most már kész van. Próbáljátok ki, osszátok meg a tapasztalataitokat. Én így csinálom. Ez azt hiszem most a 81. autóm összesen.
Eddig még egyiknek se esett szét a belseje. Ja, úgyhogy ez tulajdonképpen akkor készen is van. Az meg kéne rá valami rendes felni, nem? Meg két kerek fényszóró még. Na ja, szóval nincs kész, de majd mindjárt kész lesz. De jó, ajánlom, kövessetek be minket itt a Facebookon, Instagramon, TikTokon és YouTube-on is, meg kövessetek be engemet is. Legyetek bátorak, és tényleg láthattátok, ezek a relax motyók, ezek jók, úgyhogy én ajánlom őket. Pityú voltam minden a Szaletti alól, kapu beállóból. Szevasztok!